Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahuah útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Szóval sok minden megváltozott a tradicionális gondolkodás óta. A tradicionális gondolkodás, ne feledje senki, juttatta el az emberiséget oda, hogy állítólag túlnépesedtünk. És ha túlnépesedik a világ, az azt jelenti, hogy Kánaán van. Akármennyire furcsán hangzik. De a túlnépesedés mindig, mindenhol az erőforrások túltengésének a jele. Azt jelzi, hogy rengeteg erőforrás áll az emberek rendelkezésére, vagy bármilyen állatfaj rendelkezésére, ezért szaporodhatnak. A tradicionális gondolkodás juttatott el minket idáig, és mióta eltértünk és átvettük ezt a primitív, liberális megközelítést, azóta fordult meg ez a folyamat, meg az ember is ki magából. So I think a lot of it just depends on how you feel. Shengnü, which means leftover woman in Mandarin. Hogy attól függ, hogy hogy érzel. Demonstrálván azt, hogy a társadalom feminizálódik, ugyanis a nő az, aki azzal foglalkozik, hogy mi az, amit érez. És most már kénytelen mindenki elfogadni azt, hogy az érzés az egyenrangú a racionalitással vagy a tényekkel. Tehát minden tolódik el egy ilyen feminin gondolkodásmód felé, ezért is uralkodik el a káosz a világban. Ami nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk érzelmekre, csak azt jelenti, hogy a döntéshozásban nincs szükségünk érzelmekre. Within and what you identify with more. The world has been changing a lot. És amikor arról beszéltem, hogy az emberek maguk sem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok, akkor erre gondoltam. Azt mondja valaki, hogy ez normális, és persze normális most, mert van egy új normál. Erre az új normára gondoltak, amikor arról beszéltek igen régen, hogy az új normál. Developed, like it's not what it used to be. Like, but I think I don't know a lot about it, but in Hungary, I think it's still quite a big debate, isn't it? Like about being whoever you want to be. But yeah, in our country, it's freedom really. You can do whatever you want. Az ő országában, Angliában azt csinálsz, amit akarsz, és az vagy, aki lenni akarsz. Hungary, the government says the mother is a woman, father is a man, and leave our kids alone. És ezért mondtam, hogy Magyarország jobb hely, mint a nyugat. Mert Magyarországon még a nő, az anya az nő, az apa az férfi, és a gyerekeket békén hagyja, ez a propaganda legalábbis relatív békességében hagyja őket. Azonban nyugaton ez egyáltalán nem így van. 7 évet töltöttem el Angliában, pontosan tudom, hogy mi az, ami ott folyik, és ez volt az egyik legfőbb oka annak, hogy hazajöttem. Pontosan ez a fajta gondolkodásmód, amiről ők beszélnek. I think that's very old school, I think. Ő erre már azt mondja, hogy ez old school. There can be two mothers, two fathers. Hogy lehet 2 apa és 2 anya egy családban. Nem tud 2 apa és 2 anya lenni egy családban. Persze ő arra gondol, hogy egy biológiai férfi, meg egy biológiai nő, de mind a 2 mondjuk férfiként azonosítja magát, ezért mindkettő apa, vagy mindkettő nőként azonosítja magát, így mindkettő anya. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. De ettől függetlenül egy család nem tud lenni 2 biológiailag azonos nemű ember. Miért nem? Remélem, hogy ezt már nem kell elmagyarázni senkinek 2023-ban, amikor az internet ingyen elérhető mindenhol. Csak egy férfi, biológiai, meg egy biológiai nő az, aki képes létrehozni egy családot. Semmi más. És mindegy, hogy ki hogy azonosítja magát, mindig szükség lesz egy férfira és egy nőre. Biológiailag, úgy értem. I think both very strong, both very, like, as long... Nem tud erős lenni egy olyan család, amiben össze-vissza azonosítgatják magukat az emberek. Azért nem, mert a természetes rend, amit a teremtő alkotott, az egy férfi, biológiai, meg egy biológiai nő. És a férfi, a nő, az pedig nő. Ezért hát, hogyha nem így azonosítják magukat, akkor keletkezik egy zűrzavar a gyerek fejében, és ő úgy fog felnőni. És az akárhogy is nézzük, nem lehet erős. És most, hogy azt mondja, hogy a szeretet, hogy csak a szeretet számít, láthatja mindenki, hogy egy lépés választ el minket attól, hogy a kiskorúakhoz vonzódó személy is szeretet legyen, hogyha valaki a saját testvérét akarja elvenni, vagy a saját lányát, vagy anyját, az is szeretet legyen, vagy a kutyáját, hisz a szeretet az szeretet. Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy ez bizarr, de 20 évvel ezelőtt az is bizarr volt, ami most van. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a Yahuah útja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahuah útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobubble, illetve Yahuah útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.